Folytassuk tehát a kiemelt kép beillesztésével. Mint mondtam, hogyha már alapot feltöltöttük korábban bármikor a képet, akkor itt keressük meg. Ha pedig nem, akkor választjuk a fájlok feltöltése opciót. Fájlok kiválasztása. És ez az a kép, amit szeretnék majd főképként beállítani. Megnyitás. Fel is töltötte a képet. Mindenképpen javasolnám, hogy az alternatív szöveget ilyenkor töltsük ki. Ennek gyakorlati jelentősége annyira nincs, azért hasznos, mert a kereső jobban értékel minket, hogyha ki van töltve. Emellett, hogyha valamilyen okból nem jelenne meg a kép, akkor is legalább ott van, hogy miről szólna. Illetve aki képernyőolvasót használ, mert gyengébb a látása, ő is tudja legalább, hogy mi van a képben. Tehát ide azt célszerű beírni, amit láthatunk, ez pedig eper kosárban. Kiemelt kép beállítására kattintok. Láthatjuk, hogy itt meg is jelent a kiemelt kép. Most pedig illeszünk be még egy képet magába a hírbe is. Oda kattintok, ahova szeretném, hogy a kép kerüljön, majd fölötte média hozzáadása gombra kattintok. Szintén fájlok feltöltése, és most az odahúzós módszert mutatom meg. Ezt a képet szeretném, és egyszerűen lenyomom a bal egérgombot, fölé húzom, elengedem, és megtölti is a képet. Beírom szintén az alternatív szöveget, ez pedig szülő és alma. Majd egy picit, hogyha lejjebb gördítünk, ebben az esetben, amikor magában a hír törszövegébe helyezünk be egy képet, akkor megjelennek különféle megjelenési beállítások. Itt állíthatjuk be az illesztést, vagyis azt, hogy a képet balra igazítsa majd a szövegen belül, jobbra igazítsa, középre, ilyenkor a két oldalt ugye nem fut szöveg, illetve van még az egyik sem, amikor gyakorlatilag, hogyha berakjuk a képet, akkor mellette nem jelenik meg egyáltalán szöveg, és balra van igazítva. Ez nem túl szép, úgyhogy általában, amit leggyakrabban használunk, az a bal és a jobbra illesztés, illetve még előfordul a középre, de ezt az egyik sem beillesztés lehetőség szerint kerüljük. Alatta még láthatjuk a hivatkozást. Ennek az a lényege, hogyha képre kattintunk, akkor mi történik. Van az a lehetőség, hogy média file nyílik meg, vagyis hogyha képre kattintunk, akkor ez a kép gyakorlatilag feljön egy külön ablakban. Ezt nem igazán javaslom, hogy beállítsuk. Csatolmány oldal is hanyagolható. Egyedi URL esetleg akkor, hogyha azt szeretnénk, ha mondjuk a képre kattintva valamilyen oldal feljöjjön. Tehát mondjuk berakunk egy levélkéről egy képet, amire kattintva feljön a kapcsolat oldal, de úgy gondolom, hogy ezt sem sűrűn fogják használni. És az utolsó lehetőség az egyik sem. Én ezt javaslom, hogy alapbeállításként használják. Nem történik semmi különösebb gond, hogyha benn marad, ami általában szokott lenni, ez a médiafájra hivatkozás, de ha nem felejtjük el, akkor állítsuk be, hogy egyik sem. És még a méretet kell megnézni. Itt van az, hogy felajánlja, hogy különféle méretű bélyegképként, vagy kisebbített képként rakja be a képet. Mivel azonban én mindig azt javaslom, hogy a képet akkorában töltsük fel, amekkorában használni kívánjuk, ezért választjuk a teljes méretet. Végezetül pedig bejegyzésbeillesztés. Kicsit várunk, és már itt is a kép. Na most mi történik akkor, hogyha rájövök, hogy mégsem ide szeretném ezt a képet, hanem mondjuk egy bekezdéssel lejjebb, semmi probléma, rákattintok bal egérgombbal a képre, és arrébb húzom, látszik, hogy megjelenik egy ilyen kis ikon a nyilacska mellett, gyakorlatilag így be tudom jelölni, hogy hova szeretném rakni, és már is egy bekezdéssel lejjebb raktam.
Most visszarakom, és már meg is van. De mi van akkor, ha mondjuk jobbra szeretném illeszteni, akkor sem történik semmi gond, szintén rákattintok a képre, kis ceruzaikon, és itt ugyanúgy megjelenik a szerkesztőfelület, az igazítást jobbra teszem, frissítés, és már jobbra is van igazítva. Ha pedig törölni szeretném, egyszerűen rákattintok az X-re. Most tehát a képekkel is megvagyunk, nincs más hátra, mint hogy befejezzük ennek a cikknek a szerkesztését. Egyik fontos dolog, egy kicsit lejjebb görgetünk, és itt a Choose Sidebar-nál beállítjuk a Sidebar 1/3 Right, vagy a Sidebar 1/4 Right opciót, hogy egy kicsit keverjem az angolt és a magyart. A legtöbbjüknek az 1/3 beállítást kell használni, akinek az 1/4 van, azt külön fogom mindig jelezni, azoknak itt 1/4 kell beállítani. Erre rákattintok, remek, és még amit nem árt beállítani, az a kategória. Mi is ez a kategória? Ez segít nekünk abban, hogy a cikkeinket elkülönítsük, mégpedig azért, mert tegyük fel, hogy van önök közül olyan, aki a honlapon szeretné feltüntetni azokat a híreket is, amiket róluk írtak mondjuk a református.hu-ban, és ezt szeretné egy külön menüpontban megjeleníteni, tehát van egy rólunk írták menüpont. Vagy rendszeresen adnak ki sajtóközleményeket, és szeretnék, hogyha lenne egy sajtóközlemény menüpont, ahol csak ezek jelennének meg. Na, ez szolgálja többek között a kategória, mi most erre használjuk. Tehát, hogyha simán szeretnénk, hogy a híreink között jelenjen meg, akkor kattintsunk be a híreink kategória mellé, a kategorizálatlan pedig azzal, hogy újra rákattintunk, semlegesíthetjük. De hogyha szeretnénk, hogy a híreink mellett ez a cikk kerüljön be majd a rólunk írták menüpontba is, akkor azt is bekattintjuk. Így tehát megjelenik majd a híreink között, de a rólunk írták menüpontban is. Ezt aki megkapta már a honlapját, az majd úgy is látni fogja, hogy igen, nekem van egy rólunk írták menüpontom, tehát ha feltöltök egy cikket rólunk, amit mondjuk a református.hu írt, akkor ezt mindenképpen bekattintom. És készen is vagyunk, nincs más hátra, mint ellenőrizni. Ha valaki aggódik egy kicsit, hogy hogy fog kinézni, mielőtt kikerül az oldalra, annak javaslom, hogy előbb nézze meg előnézetben a cikket, kattintsunk az előnézetre. És itt is a hír, láthatjuk, hogy itt van a főkép, alatta van a hír, itt vannak a kategóriák, láthatjuk, hogy ilyen lett a felsorolás, falcímünk is megvan, a jobbra igazított kép, innen ugye elérhető a szeretetszolgált honlapja, amit linkesítettünk, és innen pedig letölthető az adatlap, amit feltöltöttünk. Úgy hiszem, hogy ezzel rendben is vagyunk, tehát hogyha elégedettek vagyunk a cikkkel, akkor a közzététel gombra kattintsunk. Köszönöm szépen!